Kedves nézőink, dr. Magyar György a vendégem, ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke, akivel ezúttal Skype-on beszélgetek. Jó reggelt, üdvözöllek a... Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt! Nem a stúdióban, hanem... De végül is a stúdióban, hiszen itt ülök és veled beszélgetek. Tegnap ugye kiderült, hogy olybá tűnik, a hétvégén megállapodás születhet az Európai Unió és Magyarország között a különböző uniós forrásokról és a jogállamisági vitáról. Mit gondolsz, ez a jogállamisági vita most hogyan és miként fog alakulni? Teljesen elfelejtjük, vagy jobban, egyre jobban fogunk odafigyelni? Én azt gondolom, hogy ennek az egész eljárásnak az a legfontosabb tartalmi eleme, hogy nem mehet úgy, ahogy eddig ment. Tehát rettenetesen lényeges, hogy most már figyelni fogják, hogy Magyarországon az EU-s pénzek felhasználása valóban tisztességes mederben zajlik-e, vagy pedig folytatódik az a gyakorlat, ami különböző kedvezményeket adott bizonyos kedves embereknek. Ez a monitorizás és ez a folyamatos figyelés álláspontom szerint jót fog tenni a magyar jogállamnak, mert óriási a deficitje. Jót fog tenni a korrupcióellenes küzdelemnek, mert rettenetesen elszaladt. Jót fog tenni az igazságszolgáltatásnak, amikor is a kinevezéseknél és egyáltalán az egész jogviszony megítélésénél a tisztesség fog uralkodni, és nem pedig az úgynevezett kapcsolati rendszer. Ugyanígy jót fog tenni megítélésem szerint az ellenőrzési hivataloknak, amelyeknek be kell tölteniük azt az alapfeladatokat, amiért kitalálták őket. Ilyen az ügyészség is, és ilyen egyéb más pénzügyi szervezeti ellenőrzések. Arra gondolok én, hogy ezekből a bizonyos rossz tanulókból előbb-utóbb jó tanuló lehet, de nyilvánvaló, és ezt tudni kell mindenkinek, hogy ez nem megy úgy, mint a karikacsapás, és nem lehet egyik napra a másik napra megváltozni. Világos. Ez egy folyamat lesz, ezt a folyamatot fogja az Európai Bizottság folyamatosan ellenőrizni, és ha az ígéretekből megvalósulnak valóságelemek, akkor látunk arra esélyt, hogy az úgynevezett visszatartó pénzekből is majd juttatnak Magyarországra. Egyelőre a megállapodás szintjén tartunk, a megállapodás jóváhagyásáról van szó, a fő elvekről, de hogy ebből pénz hogyan és mikor fog érkezni, ma még kiszámíthatatlan, értelmes emberek is próbálják megfejteni, de nem lehet megfejteni azért, mert ilyen eljárás még nem volt. Az egész Európai Bizottság ilyen szigort nem kellett még, hogy bárkivel szemben is alkalmazzon, és a pénz megvonás, vagy a pénz felfüggesztés Damoklész kardjaként ott lesz a magyar kormány feje felett, és abban kell bíznunk, legyünk optimisták, Péter, hogy jelentős változások lesznek ezeken a kérdéskörökön, és mindazokat a feltételrendszereket a magyar kormány valójában is teljesíteni fogja, mint amit megígért, és amit tőle a bizottság elvár. Azt szeretném tőled kérdezni, mondtad azt, hogy bízunk abban, hogy jelentős változások fognak bekövetkezni. De mindeközben, míg ugye azt mondja a magyar kormány az Európai Bizottsággal történő tárgyalások során, hogy mi mindent teljesítünk, amit kell, mindeközben a veszélyhelyzeti kormányzásra hivatkozva úgy módosítanak költségvetést, hogy abba a parlamentet nem vonják bele, azért végül is a költségvetési törvényt az országgyűlésnek illik elfogadnia, ha igen, jól tudom. Itt van három probléma, Péter. Az egyik az, hogy semmilyen tatár nem üdvözli a magyar parlamentet, hogy az előző esztendő derekán fogalmazza meg és fogadja el a következő évkörösséget. Olyan gyorsak a változások, nem csak a háborús helyzet miatt és az energiaválság miatt, hogy kiszámíthatatlan a jövő, ezért megítélésem szerint egy vabank játék az, hogy ez év nyarán elfogadjuk a következő évkörösséget. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy sehol a világon, de határozottan jelentem ki neked, sehol nincs háborús vészhelyzet. Ukrajnában sincs, Oroszországban sincs, de Magyarországon van.
Ez pedig arra ad lehetőséget, hogy a parlament nélkül is rendeleti kormányzással szülessenek adhok jogszabályok, amelyek ilyen értelemben nem mennek át a szűrőkön, nincs társadalmi egyeztetés, a pártoknak ímont elveszik a szerepét, a funkcióját a parlamentnek és annak ellenőrzésének, a demokrácia megcsúfolása. De nagyon jól kérdezted, hogy akkor mi, amikor most megmutatjuk a bizonyítványunkat, hogy tessék nézni, mennyire oda fogunk figyelni jogállamra és minden járulékos feltételrendszerre, azon közben már nem először megsértjük rögtön ezeket a szabályokat, és például a rendeleti kormányzással belenyúlunk a költségvetésbe, amely egyébként egy nagyon fontos szakmai kérdés, és egyáltalán nem mindegy, hogy a gazdálkodás milyen irányt vesz, egyáltalán nem mindegy, hogy mire jut pénz és mire nem jut pénz, honnan mit csoportosítanak át, és mi lesz azzal a lényegi változással, hogy 5%-os számított infláció helyett több mint 20%-os számított információ, vagy infláció lesz, és mi lesz azzal a lényegi változással, hogy a 360 forintos euró átváltó már 410 és 420 körül mozog. És az élelmiszer árak és a rezsiváltozások okán minden szám mozog. Én azzal egyetértek, hogy ezt módosítani kell, helyre kell tenni, de hogy rendeleti kormányzással az meggyőződésem szerint abszurd, és megint föl fog emelni az Európai Bizottság mutató ujját, hogy ezt ne tessenek csinálni, mert rossz irány lesz. Azt tessék megmondani nekem, hogy társadalmi párbeszéd, társadalmi egyeztetés említetted az előbb. Hogy állunk civil parlament ügyében, mert a civilek lehetnek, és a civil parlament lehet az többek között, amelyiknek kötelessége lenne, reményeim szerint lesz is, kikövetelni azt, hogy tessék velünk is egyeztetni. Nem csak a kormánynak, hanem persze az összes politikai szereplőnek, de most jelen helyzetben leginkább a kormánynak. Abból kell kiindulni, hogy a Fidesz 2010 óta folyamatosan hatalmon van. 2011-ben elfogadták a jogalkotási törvényt, akkor még törvényformájában, nem rendeletformájában, és kötelezték a jogalkotót arra, hogy minden egyes törvényt megelőzően társadalmi egyeztetést, társadalmi felülvizsgáltatást, hatásvizsgálatot készítsenek, szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, érdekelt társadalmi csoportokkal tartsanak felőle konzultációkat, ezeknek meghatározták az idő intervallumát, utána államtitkári egyeztetés, utána miniszter és kormány elfogadás, aztán magyar közlöny megjelentetés. Tehát van egy hosszú jogalkotási folyamat, aminek az alapja a szakma, a másik oldala pedig a társadalmi érdekképviselet. Én azt gondolom, hogy ennek az áthágása és ennek a kihagyása már 11 éves mulasztása ennek a kormánynak. Egyáltalán nem meglepő, hogy 2022-ben ugyanezt csinálta, és korábban is mindenfélére hivatkozással, katatörvénytől kezdve egészségügyi szolidaritási jogszabályok megváltoztatása, sztrájk jogszabályok megváltoztatása, minden társadalmi egyeztetés nélkül zajlott. Ezt is abba kell hagyni, mert Európai Bizottság erre is oda fog figyelni. A civilek szerepéről hagyd mondjam kettő mondatot. Ahogy már mondtuk ezt, ebben a műsorban is elmondtuk, arra törekszünk, hogy egy ilyen kvázi kétkamarás parlament működjön Magyarországon, az úgynevezett képviseleti demokrácia mellett, kapjon lehetőséget, hangsúlyozom, hogy mellette is nem helyette. A részvételi demokrácia, egy kvázi felsőházban szeretnék működni, ahol a társadalmi rétegek és a társadalmi kérdéskörök fölmerülhetnek, a kvázi alsóházban pedig a pártok ideológiai és egyéb alapot vitassák meg a gondolataikat. Mi szeretnénk ezzel szoros összefüggésben olyan helyzetet teremteni, hogy a társadalom részt vehessen a jogalkotás folyamatában, a társadalom megmutathassa, hogy melyek azok az égető problémák, legyenek pedagógusok, legyenek rendőrök, legyenek nyugdíjasok, akiknek az ügyében érdemben foglalkozni kell, ezt kell kikényszeríteni. Ez az, amit a jogalkotás vonatkozásában társadalmasítani kell, és be kell csatornázni abba az irányba, hogy az elképzelések megvalósuljanak, a társadalmi egyeztetés és a civil kontroll működjön. Ez lenne a dolga a civil parlamentnek. Megítélésem szerint ez a jövő esztendőben működni kezd. A jogi hátteret megcsináltuk, szakmai bizottságok megalakultak, és a szakmai munka elindult.
meg fogunk jelenni a nyilvánosság előtt abban a pillanatban, hogy erre megérik az idő. Az, hogy a civil parlament működni fog, ez teljesen világos. Akkor ennek fényében azt kérdezem, hogy ahhoz, hogy ez a kvázi felsőházi rendszer valamennyire hivatalossá váljon, ahhoz persze gondolom alaptörvényt kell módosítani, de esetleg addig kiválthatná a civil parlament ezt az egész helyzetet? Közjogi változtatásokat nem kell erőszakolni, de a társadalmi megjelenés és az úgynevezett jelenlét elégséges ahhoz, mert a nyilvánosság a legnagyobb erő. Mi nagyon jól tudjuk úgy, ahogy léteznek hatalmi ágak, ilyen a jogalkotás is, ilyen a végrehajtó hatalom, ilyen a bírói hatalom, de a nyilvánosság és a média a legnagyobb erő, és megítélésem szerint ennek a részvételi demokráciának a működtetése ezeken a fórumokon fog megvalósulni. Nem tud szembe menni a közélet és a közpolitika ezekkel az elképzelésekkel, elvárásokkal. Muszáj egyeztetni, kooperációban kell működni, és kompromisszumokra kell törekedni. Ha ez nem megy, akkor a társadalom erejével ki kell kényszerítenünk azokat a változásokat, amelyeket ma a hatalom nem jó szívvel tesz meg, és ehhez nyújt talán segítséget nekünk ez az Európai Bizottsággal történt egyeztetés és a megállapodás, amelyből majd nyilvánvalóan annyi fog megvalósulni, amennyire a hatalom képes. Nem fog megváltozni a hatalom. Én félek attól, hogy ezek Patyomkin műsorok jó részben, és félek attól, hogy lesz benne egy adag szemfényvesztés, parasztvakítás, de abban is bízom, hogy az Európai Unió ezt most már komolyan veszi, és példát statuál, például nem engedi folyósítani azokat a pénzeket, amelyek megsértik a jogállami klauzulákat. Ezért mondtam neked azt, hogy még nem vagyok optimista, de nagyon szeretnék optimista. Ezért ez azért jelentős, mert ez egy olyan mondat tőled, amit hát még nem nagyon hallottunk. Tehát, hogy szeretnél optimista lenni, ez azt jelenti, hogy elindulsz abba az irányba, az optimizmus irányába. Nem hagyjuk magunkat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a közélettel foglalkozó személyek mindig is hallassák a hangjukat, úgy az internet világában, mint a média világában, és egyáltalán a közéletben a kis pontok, a kis körök folyamatosan éljék a közéletet helyben is, mert legközelebb önkormányzati választások lesznek, ugye európai választásokkal együtt. Egyáltalán nem mindegy, hogy kik lesznek a reprezentánsok egy-egy közgyűlésnek. Ha egyáltalán a Fidesz hatalom meg fogja hagyni az önkormányzatokat, és nem fogja őket degradálni, vagy olyan helyzetet teremteni, hogy ispánok, főszolgabírók, alszolgabírók és különféle arra járó lakályok irányítsanak egy-egy települést. Meg kell tudnunk őrizni a társadalom javára az önkormányzatiságot és az önálló választhatóságot. Én azt gondolom, hogy ebben az irányba kell elmozdulnunk, nekünk jogászoknak közjog értelemben komoly feladatot adnak. Az élet komoly feladatot. Ezt jó, hogy mondtad, mert azt gondolom, hogy rövidesen itt az év vége, 2023-at fogjuk köszönteni, ami nagyon gyorsan el fog szaladni, és ugye 2023-ban már kellene tudni, hogy hogyan, miként kívánunk önkormányzati választást szervezni, európai parlamenti választást szervezni. Úgyhogy ha lehetséges, akkor szerintem legközelebb már kezdjünk erről nagyon szörmentén, de mégis beszélgetni, hogy mindez civil szemmel te hogyan látod. Állunk rendelkezésre, és tényleg így van, hogy bizakodnunk kell, nem szabad hagyni magunkat, és amit már mondtunk ebben a műsorban, az nem fogadható el, hogy rólunk döntsenek. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, legközelebb is Skype-on fogunk találkozni, de lesz miről akkor is eszmét cserélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm mindenkinek.